A Pannon Televízió híradójával megyünk tovább, lássuk a nap kiemelt híreit, először csak címszavakban. Győzelmet aratott a szerb haladó párt a tegnapi belgrádi önkormányzati választáson. Akár 3,5%-os gazdasági növekedés is lehet idén Szerbiában, hangzott el a Kopaoniki üzleti fórumon. Már igényelhetik a szerbiai termelők a hektáronkénti állami támogatást. A Víz érintése című fantasy kapta a legjobb filmnek járó díjat a tegnapi Oscar gálán. Győzelmet aratott a szerb haladó párt a tegnapi belgrádi önkormányzati választáson, valamivel több mint 1,6 millió választópolgár szavazhatott a voksoláson reggel 7 és este 8 között. Ők összesen 24 választási lista közül választhattak. A városi képviselőtestület 110 helyért 1554 jelölt indult, ami azt jelenti, hogy egy mandátumért 14 jelölt versengett. 72%-os feldolgozottságnál a szerb haladó párt által indított Alekszandar Vučić azért, mert szeretjük Belgrádot lista, a szavazatok 45,6%-át szerezte meg, így 64 képviselője lesz a testületben. Nebojša Marjanović, a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi városi szervezetének elnöke, az SHP listájának 43. helyén szerepelt, ezért a következő 4 évben beleszólhat a főváros irányításába. A Dragan Gyilas vezette Belgrád dönt az emberek győznek listára, a szavazó polgárok 19%-a voksolt. Az Alekszandar Šapić által fémjelzett listára a fővárosi választópolgárok több mint 9%-a szavazott. A szerbiai szocialista párt listájára a szavazásra jogosultak 6%-a voksolt. A többi lista nem érte el a bejutáshoz szükséges 5%-ot, mondta el Zoran Lukić, a belgrádi városi választási bizottság elnöke. Nijedna od ostalih lista, 24 lista koje su imale svoje kandidate za odbornike nije prešla izborni cenzus, dakle samo 4 izborne liste su na osnovu ovog obrađenog dela biračkog tela prešlo cenzus u Skupštini grada Beograda i osvojilo odbornike u lokalnom parlamentu. Zoran Lukić arról is beszélt, hogy a voksolások békésen, a választási eljárás megsértése nélkül zajlottak le. Az átláthatóságot és a folyamat tisztaságát figyelő CILTE szervezet szerint 3 megfigyelőnek megpróbálták akadályozni a munkáját, de később ők is zavartalanul eljuthattak az általuk felügyelt szavazóhelyre. Ez a voksolás dönti el azt is, ki lesz Belgrád sorrendben 74. polgármestere. A szerb főváros mellett egyébként választásokat tartottak még Borban, Aranyjelovácon és Szevojnóban, mindhárom helyen a szerb haladó párt nyert. Tűzi játékkal ünnepelte a szerb haladó párt a belgrádi választáson elért győzelmét és az SHP elnökének Alekszandar Vučić államfőnek a születésnapját. A politikai tömörülés első embere elmondta, a történelmi pillanat ez a párt életében, hiszen fölényes győzelmükkel bebizonyították, hogy koalíciós partnereik nélkül is erősek. Alekszandar Vučić tegnap este kifejtette, minden ígéretüket teljesíteni fogják. Metró épül majd, folytatják a beruházásokat, a biztonsági szolgálatok dolgozóinak lakásokat biztosítanak. A Belgrád a Vizen projekt első és második fázisát pedig befejezik. Azt azonban még nem árulta el, hogy ki lehet Belgrád következő polgármestere. 15 dana je rok za konstituisanje skupštine, to je za izbor predsjednika skupštine i generalnog sekretara, a onda je još mjesec dana za izbor gradonačelnika. Dakle, za negde 50-51-2 dana, ako to za, ili za možda 47, ako za 2 dana bude sve završeno oko ovih izbora, dakle, za to vreme znaćete ime gradonačelnika. Nebojša Marjanović, a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi szervezetének elnöke is bekerült a belgrádi vezetésbe. A politikus az SHP listáján indulva jutott a városi képviselőházba. Elmondta, a szerb-magyar kapcsolatok további építésén fog dolgozni. Emellett kezdeményezni fogja, hogy egész alakos szobrot emeljenek Hunyadi Jánosnak a Kálemegdánon. Apsolutno dobra vest, to znači da ulazimo u gradski parlament i mi se nadamo će taj trend ostati prisutan i za ostatak biračkog tela.
Kevesebb időbe telik, hogy leváltsalak, mint amennyi neked kellett 4 éve, hogy engem eltávolíts a főváros éléről. Ezt üzente Dragan Gyilas a Belgrád Dönt, az Emberek győznek lista vezetője Alekszandr Vučićnak, az SHP elnökének. Kifejtette, a politikai szövetségeseivel közösen fog fellépni a soron következő köztársasági parlamenti választásokon annak érdekében, hogy megszerezzék a többséget. A belgrádi voksolást követően kifejtette, szabálytalanságokkal tarkított szavazáson vannak túl. A hatalmon lévő politikai erők ugyanis mindent megtettek annak érdekében, hogy a többi lista esélyeit csökkentsék. Mi ćemo sutra svi zajedno pozvati sve ljude koji žele promenu u Srbiji da zajedno počnemo borbu i pripremu za izbore koji nam slede po redosledu 2020. a možda će neki naravno u zemlji u kojoj su izbori nacionalni sport biti raniji. Smatramo da ne smemo da dozvolimo sebi rizik da izgubimo nijedan jedini glas. Elégedett a belgrádi választáson elért eredménnyel. Ivica Dačić, a szerbiai szocialista párt elnöke úgy véli, a körülményekhez képest sikerként könyvelhető el az a tény, hogy pártja bejutott a belgrádi képviselőtestületbe, hiszen ez csupán 4 listának sikerült. A többieknek nem. A szocialisták vezetője kifejtette, az volt a céljuk, hogy megőrizzék támogatottságukat, és ez sikerült is. A polgármester lehetséges személyével a kapcsolatban azonban nem bocsátkozott találgatásokba, illetve azt is kizárta, hogy a szerbiai szocialista párt soraiból kerülhet neki a főváros vezetője. Én a jövőben is kiállok majd minden mondatom mellett, nem vagyok az a fajta, aki a kijelentéseit követően meghátrál, nyilatkozta újságíró kérdésére Alekszandr Šapić, aki független jelöltként indult a belgrádi önkormányzati választáson. Elmondta, mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa vezetett új Belgrád fejlődése megindulhasson, hiszen a szerb főváros eddigi hatalmi összetétele szavai szerint meggátolta ebben. Kifejtette, Belgrád érdekében kész a tárgyalásokra, de a szerb haladó párttal nem hajlandó koalícióra lépni. Spreman sam njima da razgovaram kao neko ko je sastavni deo gradskog parlamenta i kao neko ko je ko vodi najmnogoljudniju opštinu u Srbiji. Što se tiče konkretnih stvari i saradnje vezano za ono što možemo da uradimo što na Novom Beogradu, što su teme za gradski parlament. Dogovor oko buduće ili eventualne koalicije apsolutno ne postoji nikakva šansa za to i to sam rekao i pre ovih izbora. Akár 3,5%-os gazdasági növekedés is lehet idén Szerbiában, jelentette ki ma Alekszandr Vlahović a Kopaoniki üzleti fórumon. A Szerbiai Közgazdászok Szövetségének elnöke elmondta, Szerbia jelenleg jobb hitelminősítéssel rendelkezik, mint néhány uniós ország. A Kopaoniki fórum 4 napig tart, és számos gazdasági szakember, politikus és cégvezető részt vesz rajta. Több hangsúlyt kell fektetni a befektetésekre, és javítani kell az általános üzleti feltételeken, emelte ki az üzleti fórumon Alekszandr Vlahović. Az előrejelzések szerint a 3,5%-os gazdasági növekedés az energiatermelés és a mezőgazdasági termelés újjáillesztésének köszönhetően valósulhat meg. A Szerbiai Közgazdászok Szövetségének elnöke a gyorsított gazdasági fejlődés legnagyobb esélyeit a digitalizációban látja. Ekonomska i fiskalna pozicija Srbije danas je dobra. Postoje čvrsti fundamenti za razvojnu ekonomsku politiku. Otpornost privrede na eksterne šokove je mnogo bolja i mnogo izraženija nego u periodu pre 2015. godine. Sređivanjem stanja u javnim finansijama dostignut je potreban uslov za konačni uspeh. Dušan Vujović, szerb pénzügyminiszter arról számolt be, hogy Szerbia néhány nappal ezelőtt véglegesítette a 3 éves költségvetési konszolidációs programját az IMF-fel, amelyet még 2014-ben kezdett meg, és amely 3 pilléren alapult. Ezzel egy új szakasz kezdődhet meg Szerbia és a Nemzetközi Valuta Alap kapcsolatában, tette hozzá. Jeden stup je makroekonomska stabilizácia i fiskalna konsolidácia, drugi stup je ozdravljenje financijskog sektora, izvora finansiranja budućeg rasta i tekućih transakcija. A treći sektor je, odnosno treći stup je bio uklanjanje svih problema u domenu realne ekonomije, odnosno osnove budućeg ekonomskog rasta.
A szerb pénzügyminiszter rámutatott arra is, hogy Szerbiának sikerült egyensúlyba hoznia a kiadásokat és a bevételeket, aminek köszönhetően a 2017-es évben 1,2%-os költségvetési többletet valósított meg az ország. A Koponiki Üzleti Fórumot idén 25. alkalommal szervezték meg. Az eseményen mintegy 1000 szakember vesz részt, akik 4 napon át a szerbiai gazdaság állapotáról és a reformprogramokról folytatnak eszmecserét. Kedden Alekszandar Vučić, szerb államfő is előadást tart majd. Jelentős bér és nyugdíjemelés várható az idén Szerbiában, jelentette be a szerb államfő. Alekszandar Vučić elmondta, szeptember 1-től már a megemelt járandóságokat kaphatják a polgárok, ez pedig a vártnál jobb gazdasági mutatóknak köszönhető. Az előzetes becslések arra vonatkoztak, hogy a következő év január 1-től emelkedhetnek a közbérek és a nyugdíjak. Hozzátette, az emelésekről már egyeztetett Ana Brnabić szerb kormányfővel is. 4000 dinár hektáronkénti állami támogatást kapnak a mezőgazdasági termelők idén. Erről döntött nemrég a köztársasági parlament mezőgazdasági bizottsága. A támogatásra vonatkozó kérvényeket április 30-áig kell eljuttatni az illetékes szerveknek. A napokban az is világossá vált, hogy a termelőknek idén is kell hektáronkénti 1200 dináros lecsapolási díjat fizetniük. Hamarosan megkezdődnek a munkálatok a földeken. A növénytermelők elégedettek a megkésve érkezett télnek, a határt borító hótakarónak, ami biztos védelmet nyújt a kalászos gabonáknak a kemény fagyokkal szemben. A hó olvadásával javulni fog a talajnedvesség háztartása, ugyanis a tavalyi aszály a mélyebb talajrétegeket is kiszárította. Amennyiben az időjárás megengedi, akár már 2 héten belül megkezdődhet a koratavaszi növények vetése, a gazdák pedig már igényelhetik a hektáronkénti 4000 dináros támogatást, egészen április 30-áig beadhatják kérelmüket. Ettől nagyobb a támogatásra lenne szükség, de hát ha ezt kapjuk, ha megkapjuk időre, akkor ez is nagyon jó jön. De mire vetni, vagy ütetni kell addig, hogyha megkapnánk, akkor nagyon jó lenne, ha kevés is, de hát becsüljük meg ezt is. De így nem lehet fejlődni. Tavaly szárazság volt, az még plusz betetőzött, úgyhogy ez csak épp annyi, hogy kao, mintha a kutyának dobnak egy darab csontot, és akkor elrágódik. Ugyanígy vagyunk, mi is kapunk egy kicsit, neve, hogy kaptunk. A terület alapú támogatás évente egy alkalommal igényelhető gazdaságonként. A kérvénynek tartalmaznia kell az igénylő adatait, továbbá, hogy vállalkozó vagy jogi személy a kérvényező. Emellett a vetésszerkezetbe kerülő növényi kultúrákat, azok területét, valamint a gazdaság földterületét is fel kell tüntetni. Bár kevés az információnk, mint a minisztérium, mint a kincstár részéről, de megkaptuk pénteken, vagyis március 1-én, hogy készíthetjük. Attól függetlenül, hogy az összeg nem túl nagy összeg a gazdák számára, azért az igénylések száma elég nagy. Ugye 2 nap telt el azóta, és bizony tömegesen jelentkeznek a gazdák nálunk. A tavalyi évben 2000 dinárt közvetlen kifizetéssel, míg 2000 dinárt visszatérítésként kaptak a gazdák, mondta Fremond Árpád, a szerb parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke. Most egyszer ezt a 4000 dinárt meg fogják kapni, és a mezőgazdasági minisztérium ígérete szerint ezt minél előbb szeretnék neki kifizetni. Erre nagyon nagy szükség is van, hiszen a tavalyi év az rendkívül száraz év volt, és ilyen szempontból nagyon nagy szükség van a gazdáknak minden egyes támogatásra. A termelőknek rossz hír, de idén is kell majd vízlecsapolási illetéket fizetni, tájékoztat a Vajdaság Vizei Közvállalat. Ez 1200 dinár hektáronként. A 2017-es évre, illetve a 2018-as év első 3 hónapjára vonatkozó végzéseket az elkövetkező 2 hónapban postázzák az illetékesek. A közvállalat számításai szerint a lecsapolási munkálatok évente mintegy 3 milliárd 650 millió dinárt emésztenek fel, amelynek mindössze 32%-át fedezik a lecsapolási díjból származó bevételek. A gyors olvadás megduzzasztotta a Dél-Morava vízszintjét, ami az illetékesek szerint elérte a kritikus szintet. Több dél-szerbiai településen a folyó kilépett a medréből. Nebojša Stefanović szerb ügyminiszter mindenkit arra szólított fel, hogy tegyék meg a megelőző intézkedéseket annak érdekében, hogy mérséklődjön az árvízveszély. Rendkívüli helyzet van Zsitorádja és Zaječár városában. Prokupje lakosainak nagy része ivóvíz nélkül maradt, több koszovói települést is elöntött a víz. Aprilusban élők néznek szembe a legnagyobb veszéllyel. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában.
A tavalyi évben fellendült a szerbiai ingatlanpiac, 11%-os növekedés tapasztalható. Elhagyja térségünket a hidegfront, már a hét első felében felmelegedésre lehet számítani. Ruhaköltemények, színpompás környezet és csillogás idén is Hollywoodban gyűlt össze az amerikai filmgyártás krémje. A 90. Oscar-gála legnagyobb nyertese Roger Deakins operatőr lett. Az ítészek a Víz érintése című romantikus fantáziát kedvelték a legjobban, Sam Rockwell pedig a kritikusok szerint is bebizonyította, hogy színészként komolyan lehet venni. A gálának ebben az évben is Jimmy Kimmel volt a házigazdája, akit az USA-ban Amerika nagybácsiaként is neveznek. Naponta jelentkező esti szórakoztató beszélgetős műsorát milliók követik. A megjelenteket most sem kímélte, mindenkin élcelődött. A gála legnagyobb nyertese kétségkívül Guillermo del Toro rendező volt, aki a Víz érintése rendezőjeként vihette haza az aranyszobrot. Alkotását is elismerték, mezőnyének legjobbja lett. A fogadó irodák Gary Oldmanre fizették a legkisebb szorzót, hiszen már hetekkel ezelőtt biztosra vették a szakma képviselői, hogy ő a legesélyesebb a rangos kitüntetésre. Winston Churchill megformálásáért haza is vihette élete első Oscar-díját. A nők mezőnyében sem volt meglepetés, Frances McDormand jött, látott és győzött. A három óriás plakát Ebbing határában című produkcióban nyújtott alakításáért ő is hazavihette a fénylő kitüntetést. A legizgalmasabb pillanatokat mégis a legjobb férfi mellékszereplő kilétének a felfedése jelentette, hiszen a három óriás plakát Ebbing határán című alkotás mindkét férfi szereplője is esélyes volt a végső győzelemre. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy két színészt is, legjobb mellékszereplő kategóriában Sam Rockwellt és Woody Harrelsont is jelöltek, ami azért picit szerencsétlen, mert ilyenkor mindig az egyik megkaphatja, a másik pedig sajnos nem, és ez is történt, hiszen Sam Rockwell volt az, aki hazavihette az Oscar-díjat, Woody Harrelsonnak pedig nem sikerült, pedig megérdemelte volna, de a kollégája a színpadról azért elismerte az ő teljesítményét is, és ilyet azért nem minden nap látni. Enyedi Ildikó különleges szerelmi története a testről és lélekről nem nyerte el az aranyszobrot. Ennek ellenére az is nagy eredmény, hogy ott volt a legjobb 5 idegen nyelvű film között. A versenytársai közül az Egy fantasztikus nő című chilei alkotás lett a befutó. A legjobb dokumentumfilm díját a sportvilágot megrázó dopping botrányról szóló Icarus című produkció kapta. A legjobb animációs film pedig a Coco lett. Az esemény legnagyobb nyertese mindenképpen Roger Deakins operatőr, aki 13 eddigi jelölést követően az idei 14-et díjra válthatta. A tavaly évben fellendült a szerbiai ingatlanpiac, leginkább a lakásokat és a mezőgazdasági földterületeket értékesítették. A felmérések szerint az előző évhez képest 11%-kal nőtt a forgalom. Vajdaságban nőtt a legnagyobbat az eladások száma. A tavalyi évben 32.700 ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést kötöttek. A köztársasági földhivatal elemzése szerint tavaly a legélénkebb forgalom a mezőgazdasági földterületek adásvételi területén volt. Összesen 24.900 parcella cserélt gazdát. Az árak régiónként változtak. A legdrágábban a délbácskai régióban lehetett földet vásárolni, a legolcsóbban pedig Délbánátban. Az adatok szerint Délbácska területén egy hektár föld ára 2000 és 18.000 euró között alakult, ami 10.300 eurós átlagot jelent. Északbácskában, Szabadka területén a falvak környékén a legkeresettebbek a termőföldek. Most a tulajdonosok fölértékelték a saját termőföldjeiket, és bizony egy 20-30%-kal megnövekedett a termőföldnek az ára, ami nem jelenti azt, hogy azért a kereslet is megnövekedett. Délbánátban a termőföld hektáronkénti ára 1500 és 13000 euró között mozgott, vagyis 5700 eurós átlagáron lehetett egy hektár földet venni. Kis Árpád, a Szabadkai Paraszt Egyesület elnöke elmondta, az árakra a pályázati lehetőségek is nagy mértékben kihatással voltak a múlt évben. A lényeg azon múlik, hogy egyes településeken, ahol sokkal kevesebb a munkalehetőség, úgymond, tehát a mezőgazdasági foglalkoztatottság van fő hangsúlyban, ott abban az esetben egy kicsit nagyobb a kereslet, és ott magasabb árakat fizetnek, ugyanazért a hektári holdjáé, vagy hogy mondjam ki, hogy számolja a földterületét. Míg a másik területeken, ahol kevesebb esetleg az állattenyésztés, kevesebb, tehát az már azt jelenti, hogy kisebb a kényszer foglalkoztatás, ugye?
nem annyira törik magukat az emberek a föld iránt, ottan alacsonyabbak az árak. Az adásvételi szerződések szerint Vajdaságban tavaly Szent Tamáson értékesítettek a legdrágábban termőföldet. Szűk 2 hektárnyi termőterületért 75 ezer eurót fizettek. A legdrágább földterület az Ópázovai ipari zóna területén volt, ahol 1 hektár 13 ár és 18 négyzetméter területet 362.176 euróért adtak el. Március 13-án nyíltnapot tartanak a szabadkai felsőfokú szakirányú óvó- és edzőképző főiskolában, jelentették be ma az intézmény képviselői sajtótájékoztatón. Az eseményen az érdeklődő fiataloknak alkalmuk nyílik találkozni a már ott tanuló diákokkal, beszélgethetnek velük és betekintést nyerhetnek az iskola működésébe. Naša strukovna škola omogućava visoko obrazovanje studentima i to iz 4 studijska programa: strukovni vaspitač, strukovni trener, strukovna medicinska sestra i strukovni nutricionista dijetetičar. Sva 4 programa su studenti kada završe bilo koji od ovih studijskih programa, studenti su poslovi su izuzetno atraktivni, da kažemo, na tržištu rada, a studijski programi su usklađeni sa studijskim programima u zemlji i u inostranstvu, što znači da je diploma prihvaćena ako izađu iz okvira naše zemlje. The End a címe a Kosztolányi Dezső Színház bemutatójának, amelyet vasárnap este láthattak Szabadkán. Az előadás az elmúlás különböző aspektusaival foglalkozik. Andrej Boka 5. színházi rendezésének témája az elmúlás. A rendező úgy látja, hogy az egészség, a fiatalság, a haladás, a fogyasztás és az élvezet világában a halál tabu téma. Viszont a vele való szembesülést senki sem kerülheti el. Az alkotók szerint fontos az előadás erős iróniája, hiszen a halál ténye annyira drámai, hogy innen már a tragédia műfajában nem lehet mélyebbre menni. Sama smrt jeste tužna, ali sve oko toga, jeli doživlja ljudi, prema tome jeste tragikomičan i zapravo ta potreba i radoznalost ljudi da saznaju šta je posle i da li ima nešto posle smrti jeste zapravo dosta ironično i tragikomično. Vlado Grbić a Szabadkai Népszínház szerb társulatának színésze vendégként volt jelen a produkcióban. Andrejjal már több filmben is dolgoztak együtt, most viszont először kellett magyarul monológot mondania. To je bilo ponavljanje i na javi i u snu. I dok jedem i dok trčim i dok igram druge predstave, tako da sada kad sam video da to ide, mislim da ću malo da se opustim. A halál inspiratív téma, ami kreatív gondolkodásra késztet, és ez egy olyan dolog, amivel mindenkinek szembesülnie kell egyszer, és mindenki gondol róla valamit. Nekem nincs bajom a halállal. Lehet, hogy ez néha csodálkozok is azon, hogy mennyire nincs bajom a halállal, de lehet, hogy azért, mert még soha nem gondoltam bele igazán, vagy tényleg jó, nem tudom eldönteni. Nem sírtam. 14 évig soha semmi miatt nem sírtam. Az előadás legközelebb március 6-án viszik színpadra. Három aranyos eper, Kázmérból lesz jó ember. Ez volt a jelmondata a jubiláló 20. hagyományaink ünnepének, amelyet idén 2 helyszínen rendeztek meg Zentán. A rendezvényen a községhez tartozó hagyományőrző csoportok mutatkoztak be. Idén is 2 részből állt az esemény. Délután 15 órától a Múzeum Galéria termében megnyitották a rendezvény gasztronómiai részét, ahova a résztvevőknek epres és más gyümölcsből készült ételekkel kellett érkezniük. Minden résztvevő igyekezett a nagymamáink receptjét követni. Rettentő sok füzetem van, könyvem, régi is, meg a újabbak is, és nagyon keves epres sütemény van. Én ilyen epres rácsosat sütöttem, itt van, meg kókuszos pogácsát eperlekvárra, de hát lehet találni, meg lehet, de azért nem annyi, mint vannak mások, amikből sokkal több fajtát lehet sütni. Az elkészült ételeket a zsűri 7 szempont alapján értékelte.
Az a lényeg, hogy a hagyományos ízvilág, az egész kiállításnak a bemutatása mennyire tükrözi vissza azokat az értékeket, amelyeket szeretnénk őrizni. Tehát ez nagyon fontos. A gasztronómiai kiállítás után 17 órakor megkezdődött a hagyományőrző csoportok bemutatkozása a Művelődési Ház színház termében, ahol először a fiatalabbak, majd az idősebbek léptek a színpadra. Az estét a Fölszállott a Páva című népzenei tehetségkutató döntőse, a zentei származású Süregi Anna nyitotta meg. Gyimesi dalokat adtam elő, Csorba Anna dalai nyomán. Ennek az a különlegessége, hogy az ő fia egy furulyás volt, és minden felvétel, ami velük készült, az furulya énekes felvétel, és a Páva döntőjében is ezt énekeltem. A Hagyományaink ünnepe elnevezésű rendezvényt először 1998-ban rendezték meg. A Hagyományaink ünnepe rendkívül népszerű Zenta községben. Az összes vidéki egyesület, illetve Zentai egyesület és a gyermekcsoportok is ezen részt vesznek. Nagyon fontos, mert a hagyományaink ápolásában, értékeink megőrzésében kiemelkedő szerepet játszik. A Hagyományaink ünnepe egyfajta versengést is rejt magában, hiszen itt mutatkoznak be először a csoportok azokkal a produkciókkal, amelyekkel a Durindon, illetve a Gyöngyöspokrétán szerepelnek majd. A híradó végén lássuk, milyen időjárás lesz a napokban. Elhagyja térségünket a hidegfront, és már a hét első felében felmelegedésre lehet számítani. Búcsút intettünk a fagyos havas napoknak. Az éjjeli hőmérséklet egyáltalán vagy csak alig süllyed majd 0 fok alá, nappal pedig a hét közepétől 10 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála. Hétvégén akár 15 fok is lehet. Márciusban már nagyobb lehűlések nem várhatók, és az előrejelzések szerint a higanyszál mutatója éjszaka sem fog negatív értéket mutatni. Esőzésekre viszont számítanunk kell, ugyanis csapadékos hónapnak nézünk elébe. A hónap közepétől a végéig csupán 4-5 száraz napra számíthatunk. Továbbra is Roger Federer vezeti az ATP világranglistát, a svájci teniszezőt Rafael Nadal követi a listán. Az elmúlt időszakhoz képest így nem történt nagyobb változás a táblázat első felében. A szerb Novák Djokovic továbbra is a 13. helyet foglalja el. Az első 10-ben egyetlen teniszezőnek sikerült egy helyet javítani, ez pedig Juan Martín del Potro volt, aki egy helyet lépett előre a 9-ről a 8-ra. Eddig tartott a híradó, jöjjenek a nap kiemelt hírei még egyszer röviden. Győzelmet aratott a szerb haladó párt a tegnapi belgrádi önkormányzati választáson. Akár 3,5%-os gazdasági növekedés is lehet idén Szerbiában, hangzott el a Kopaoniki üzleti fórumon. Már igényelhetik a szerbiai termelők a hektáronkénti állami támogatást. A Víz érintése című fantasy kapta a legjobb filmnek járó díjat a tegnapi Oscar gálán. Köszönöm a figyelmüket, a pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak és riportjainkat is visszanézhetik. Maradjanak velünk a továbbiakban is, ugyanis rögtön kezdődik a Vukovár jedna priča, Vukovár egy történet című jugoszláv háborús dráma magyar felirattal. A Pannon Rádióban holnap ismét a reggelisekkel ébredhetnek, de lesz presszó és óránkénti hírösszefoglalók is. A Szabadkai Magyar Rádió holnap reggeli napindítójában szó lesz egyebek között arról, hogy a híresztelések ellenére nem zárják be a törökbecsei egészségházat. Ha tehetik, maradjanak velünk. A viszontlátásra!